mikor fölült a nyakamba is lement kézen áll, vagy kézen állásba hátrafele, és egyszer próbáltuk ezt 3,5 óra próba után, hogy ezt új kombináció, és így megfogtam, és így eldőltünk a matracra, és mint egy zsák krumpli, úgyhogy nekem ez maradt meg legjobb, ami nagyon vicces volt. Itt vagyunk a Dancing with the Stars következő kiesőivel, Stana Alexandrával és Iván Bencével. Én nagyon sajnálom, hogy kiestetek. Hogy érzitek most magatokat így, hogy búcsúznotok kellett, Bence? Hát még nyilván fel kell dolgozni a történteket, de tényleg nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem, és eljutottunk 5 adásig, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehettem. Úgyhogy... Milyen volt a közös munka? Milyen volt Bencével együtt dolgozni? Szerintem ez a legcsodálatosabb dolog, amit itt elmondhatunk, hogy mi nagyon gyorsan egy nagyon jó barátságot kötöttünk, nagyon sokat segítettünk egymásnak, nem csak a táncban, mindenféle tanácsot adtunk a másiknak, úgyhogy én igazából nagyon örülök és nagyon hálás vagyok a Bencének. Én azt gondolom, hogy nekem könnyű volt vele dolgozni, tehát azon felül, hogy a kreativitásomat elő kellett venni, nyilván az egy dolog, de a Bence nagyon gyorsan tanult, nagyon szorgalmas volt, és minden más nap emlékezett a lépésekre, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, és tényleg egy élmény volt. Látszott is rajtatok, hogy nagyon gördülékenyen megy a közös munka, és biztos vagyok benne, hogy így a próbák során azért szereztetek olyan emlékeket, amire biztos, hogy mindig emlékezni fogtok. Voltak ilyenek? Akár vicces sztori is jó. Mondd el nyugodtan. Hát ugye a szombánkban volt az a, mikor fölült a nyakamba is lement kézen áll, vagy kézen állásba hátrafele, és egyszer próbáltuk ezt 3,5 óra próba után, hogy ezt új kombináció, és így megfogtam, és így eldőltünk a matracra, és mint egy zsák krumpli, úgyhogy nekem ez maradt meg legjobb, ami nagyon vicces volt. De senkinek nem lett semmi baja, és még jól is szórakoztatok, úgyhogy ez tök jó. És az előző adásban, hogyha jól emlékszem, szóba került itt egy hölgy, akit így a táncok során esetleg így eszedbe jut, nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan. Mi a helyzet vele? Hát az volt a kérdés, hogy ugye őt kell helyette beleképzelnem az Angelinába, de jól megoldottam ezt a helyzetet. Ja, akkor nem volt konkrét senki? Tehát, hogy én azt vettem le itt az előző adásokból, hogy van valaki, akivel hát esetleg van. Őt kellett elképzelnem. Igen? Igen. Akkor most így nem mondunk semmilyen konkrét dolgot. Láttuk, hogy Dávid itt szurkolt végig az adások alatt. Ő azért volt a próbáitokon is. Instagramon, hogyha így láttam, talán akkor egyszer. Talán volt. Vele milyen volt a kapcsolat? Szoktál vele egyébként táncolgatni így munkán kívül? Dáviddal szuper minden. Szuper, rendben, nagyon-nagyon köszönjük, és egyébként én még olvastam valami olyasmit, hogy volt az autóddal valamilyen incidens, erről kérlek meséljetek nekem egy kicsit, mert nem tudom pontosan, hogy mi történt. Hát egyik próba után az elektromos rollerre ráültem, és ott álltam az autója mellett, és hogy fölálltam, úgy elbillent a roller, és kicsit nekiesett az autójának, de kicsit végig szántott a kocsit, de nem volt semmi baj, meg természetesen ez tök érthető volt, hiszen 5 órája próbáltunk, azt se tudtuk, hogy hol áll a fejünk, úgyhogy nyilván vannak ilyen kis fáradtságból adódó problémák, de hogy átvészeltük, nem vesztünk össze, szeretjük egymást, semmi baj. Az a lényeg, hogy meg tudtátok beszélni, igen, tényleg azért fáradtan az ember néha nem teljesen úgy figyel, mint ahogy kellene, de tényleg nagyon szuperek voltatok, és én nagyon gratulálok nektek. Tényleg egy igazi színfoltja voltatok ennek az adásnak, és ennek a műsornak, úgyhogy gratulálok, köszönjük szépen. Köszönjük.